Meg a kormány és annak vezére, önmagát vezérnek kikiáltó és őt ebben támogató kisebbség gyalázatos dologra készül. Egy emlékművet akar itt felállítani, amelyről a határozatot föl fogom olvasni, hogy szembesüljünk azzal, hogy szó szerint mire készül. Tehát nem lehet azt mondani, ne lehessen azt mondani, hogy bármit a mi olvasatunkban mondunk. Az értelmezést majd később Mécs Imre fogja beszédében elmondani. Miért így gyűltünk össze? Azért, és azonnal jött ez a helyszín, az ötlet. Egyrészt, mert nemrég pár méterrel, talán 100 méterrel odébb tiltakoztunk a kormányzó szobrának felavatása ellen, amely szintén azt mutatta, hogy egy szélsőjobbos kegyhelyet biztosít a jelenlegi kormányzat. Az ideológiai megalapozás, ami ennek a kormányzatnak a működését jellemzi, ez nem elhanyagolható, ez nagyon súlyos. Mindig, amikor gazdasági, társadalmi, egyéb cselekvéseikről beszélünk, mindig gondoljunk ennek ideológiai megalapozásáról, amelyet mélyen el kell ítélni. Másrészt itt vagyunk a volt tévészékház előtt, melynek szétverésével, megtámadásával szintén a jelenlegi kormányzat akkor ellenzékben lévő egyénei buzdítására, aktív részvételével, szétveretésével 56-nak a szellemét, 56-nak az eszméjét, mindazt, amiért 56-ban küzdöttek, porigalázták. És ezt azóta is folytatják, és ezt se szabad elfelejteni. Említettem, hogy a szilveszter éjjének vagy egy kis merlist. Nem csak az agyakban, nem csak a szívekben, hanem most nekem a papírra is. Szilveszter éjjének leple alatt galád módon tervelték ki. A magyar közlöny január 1-én jelent meg, vissza antedatálva december 31-ére. Most az, hogy milyen sokan itt állunk, az ennek az elindítója most január 1-én meg kell említenem feltétlenül egyéb napi szintű fantasztikus kutató, feltáró, írásos tevékenységét Szele Tamásnak, aki ezt az egészet, amíg mi esetleg pár órát egy picit a barátainkkal töltöttünk, egy picit szerintem lazítani nem is annyira lazítottunk, mert egyszerűen nem lehetett rendesen lazítani. De egy picit próbáltuk a háttérbe tenni pár órára problémákat. Ez alatt a pár óra alatt ő ezen ügyködött, hogy ezt elénk tárja, ezt a galátságot, amit mondom, ilyen alattomos módon az éj leple alatt hoztak. A kormány... paragrafusokat, ilyeneket nem mondok. Kormány rendelette a Magyarország német megszállásának emléket állító Budapest 5. kerületben felállításra kerülő emlékmű megvalósításához szükséges közigazgatási, hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről. A kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósulásának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló ilyen és ilyen bekezdés, stb. Pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló ilyen törvény, ilyen bekezdés pontjában, bekezdése tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 97-es, ilyen és ilyen törvény pontjában kapott felhatalmazás alapján
az alaptörvény 15. cikk első bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőt rendeli el. Nem olvasom végig, mert majd olvassátok el a... A kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségi ügyé nyilvánítja a Magyarország német megszállásának emléket állító fogalmazás. Minden benne van. A Budapest 5. kerület és helyrajzi, ilyen és ilyen helyrajzi számon nyilvántartott ingatlanon. Szabadság térre megvalósításra kerülő emlékmű felállításával összefüggő az első mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket. Olvassátok majd el, olvassátok el, szörnyű. Tehát a megfogalmazásban minden benne van. Ha eddig nem tudtuk volna, hogy miről szól ez, ebből már biztos.